Elkezdődött az X-faktor, kihagyhatatlan kérdés, hogy nézed-e és mi a véleményed az új versenyzőkről? Igyekszem mindig visszanézni nyilván. Szombatesténként ugye nem tudom nézni, hogyha szombatesténként le tudnék ülni és a tévézés meg tudnám nézni az X-faktort, akkor az azt jelenti, hogy nagyon nagy baj van a karrieremben, úgyhogy hála az égnek még nem tudom nézni az X-faktort, de vissza szoktam nézni ilyen hétfőn kedden, amikor most láttam még a most hétvégit. Hát hétfőn kedden visszanézem, amikor időm engedi. Egyrészt fontos nyilván tudni azok, hogy akik majd lesznek később a munkatársainkat is jól ismerjük az erősségét, a gyengeségeiket, hogyha együtt dolgozunk, akkor hogy szólaljon meg majd jól az ominózus dal együtt a színpadon. Nagyon örülök neki, hogy ennyi tehetségkutató van, mert így nem mondhatja majd azt senki, hogy jókor voltunk jó helyen, hanem minden évben pontosan ugyannyi embernek van lehetősége arra, hogy kitörjön. Igazából mindig visszanézem, mert ugye szombaton sajnos, illetve hát sajnos az nem jó szó ide, de szombaton igazából nem igazán érünk rá, tehát nem tudjuk nézni aktívan a tévében pontosan élőben, viszont mindig visszanézzük másnap. A mostani adásokat, amik most mennek, ezeket igazából most interneten nézem vissza, majd hogyha később lesznek majd az élőadások, de igyekszem majd személyesen is majd megjelenni, és hát remélhetőleg majd fellépőként is beleszünk a műsorban, úgyhogy remélem, hogy találkozunk majd a szereplőkkel személyesen, és nagyon, nagyon jó ez a műsor, nagyon szoros a mezőny, láttam őket, hogy tényleg ilyen igazi nagy őszinte verseny van, és hihetetlen jó előadók vannak most ebben az évben is. Ha most jelentkeznél, milyen dallal lépnél fel, és melyik mentortól tartanál? Ugyanúgy csinálnék mindent, ahogyan volt, hiszen eltelt most már ez a negyedik széria, igen, tehát akkor 4 év eltelt, kicsit 3,5 év eltelt, és azt gondolom, hogy pontot vagyok, ahol lennem kell. Tehát magyarul mindent jól csináltam akkor, és minden jól sikerült. Úgyhogy nem csinálnék semmit más. Ugyanazokkal dalokkal, és ugyanolyan rosszul énekelném őket. Igazából szimpatikus mindenki. Hát tartani, érdekes módon én pont a Nagy Ferótót adottam annak idején, és ő lett a mentorom, és egy nagyon jó dolog sült ki belőle. Soha nem hittem volna, hogy ilyen jó barátok lehetünk. A mentor és mentorált kapcsolat az egy nagyon furcsa dolog, mert nagyon sokat tudunk egymástól is tanulni, nem csak mentorált tanul a mentorától, az egy ilyen kölcsönhatás igazából, és a legjobb értelemben vagyunk jó barátok a Nagy Feróval, viccen kívül. Geszti Péter még mai napig nagyon jó barátom, úgyhogy nyilván szívesen dolgoznék itt. Annyian egyébként dolgozunk is együtt, több dalunknak is a szövegét írta ő, úgyhogy nagyon jó barátságot ápolunk a mai napig. Nagyon sokra tartom Alföldi Róbertet, nagyon szeretem a munkásságát, és tisztelem emberileg is, nagy művésznek tartom, úgyhogy vele is szívesen biztos dolgoznék együtt. Azt gondolom, hogy az X-faktor önmagában, nívójában mindig is egy színvonalas műsor lesz, meg színvonalas műsor is marad. Kattintsatok ti is a bulisztár.hu-ra!